Szóval megosztom a kedvedet hozzá? Igen. Nagyon. Főleg már annál, igazából annál a résznél fogtál meg, hogy egy lelketlen stúdió szemét, tehát ott megmozdult valami. De amúgy kellemes meglepetés volt, mert jól szórakoztam rajta, de nekem az volt a legfurcsább az egészben, hogy akkor működött leginkább a fekete özvegy, amikor nem akart Marvel film lenni. Szerintem az a legjobban összefoglalja az egészet, hogy ez egy olyan film, amit a vicceskedő fekete karakter narrál. És akkor így mindent elmondtam. Most csinálj úgy, mint egy vámpír. Jó, és így elképzelem, előtt ilyen vámpír fog, akkor így vigyorog, és mutatja a like-jelet a rendezőnek, hogy most vámpír leszek. Tehát igen, igen, de úgy... Dramaturgiailag több helyen megkérdőjelezhető, hogy mit, hogy csinál. Meg, ami szerintem... De szépen fogalmazta. És akkor, ahogy bizonyítsd be, hogy igazat mondasz. És vállon szúrta magát egy késsel. Igen. Ezzel én is ezt fogom csinálni, azok, hogy Léci, hozzá már tejet, visszajövök, bocs, nem volt a boldog tej, biztos nem volt, és akkor így válba szúrom magam, bizonyítom, hogy nem volt, de mondom, hogy nem voltam. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Filmnéző Podcast, ezúttal már 107. alkalommal. A szokásos csapatból itt van velem Jani. Sziasztok! És én Lehel, és ezúttal egy sima filmes adással készültünk, ahol az elmúlt, hát jó egy hónap film premiereit fogjuk kibeszélni. Szinte rekordmennyiségű filmmel egy adásban. Csak szinte, de amúgy ha a Fear Street-et 3-ba vesszük, akkor valószínűleg rekordmennyiségű. És akkor miért nem vennénk 3-ba? Igen, igen. Tehát rekordmennyiségű filmmel, a leírásban láthatjátok, hogy itt lesz minden. De igazából tényleg csak annyi történt, ugye, hogy másfél hét kimaradt a nyaralásom miatt podcast ügyileg, és így hirtelen így elkezdték nyomni kifelé a filmeket. Ez az egy, meg a másik, ugye egyébként a mozizásban is történt az előző ilyen adásunk óta változás, hogy ugye most már Magyarországon is korlátozások nélkül lehet menni moziba. Amit anno azt hiszem adáson kívül egyszer mi már beszéltük, hogy az egy kétélű penge azért, de filmezés meg mozizás szempontjából ez ennél jobb dolog nem is történhetett volna. És ugye ez itthon azért nézőszámokon is meglátszik, ugye a Fekete Özvegyet a premier hétvégéjén 90 000 nézték meg, ami egy békeidőben is teljesen korrekt szám lenne. És pandémia óta meg itthon a legnagyobb mozis nyitás volt. Meg ugye... Szép, hát Marvelben még mindig van azért szufla. Igen, nem tudom hogy, de van. Tehát az ott van. És valószínűleg lesz is még egy darabig. És az, hogy... Főleg, hogy idén négy Marvel film jön ki. És most ez egy, még lesz 3? Igen, igen. Nem sokára jön, azt hiszem szeptemberben. A Shang-Chi meg a Örökkévalók. Örökkévalók, és még decemberben jön a Pókember 3. részén. Na, azt nem tudtam. Az igen. Akkor egy gyorsan, ez egy kicsit ilyen pénzeső lesz a Disneynek ez az év valószínűleg. Bepótolják, igen. Mondjuk az elég nevetséges volt, amikor beütött a pandémia, és a Disney volt az egyik leghangosabban sívó vállalat, hogy hát igen, pár embertől meg kell válniuk, meg ilyesmi. Hát de igen, de ez olyan, mint volt abban az Adam Sandler filmben, nem fogom eszembe jutni mi a címe, de egy Adam Sandler egy ilyen gazdag volt, és akkor a kisgyerek mondta neki, hogy elviszel Hawaii-ra? Azt mondja, nem, azért vagyok gazdag, mert nem viszek el minden random embert ki Hawaii-ra nyaraltatni. És a Disney is olyan, hogy azért van ennyi pénzem, mert olyan fukar szarok, hogy... Persze, egyből tehát egy kicsi kénzkiesésre egyből, jaj, nincs pénzünk. Tehát... Igen, jobb lesz, ha 4000 embert kiugunk a parkokból. Igen, mert még a végén 1%-kal kevesebb lenne a profit növekedése. Tehát... Igen, így azt hinni az ember, hogy ilyen több milliárd dolláros vállalatnak van akkor ilyen vészhelyzeti tőkéje, hogy azt mondja az embernek, hogy oké, mondjuk csökkentett fizetéssel, de mindenkit meg tudunk tartani. Igen. Vagy inkább azt gondolom, hogy annak a vállalatnak, aki 70 milliárdot fizetett egy stúdióért, annak van tartaléka. Tehát... Igen, meg amelyiknek a tavaly előtt volt talán 6 darab film, amelyik átlépte csak a mozis bevételésnek a 1 milliárd dolláros bevételt. Igen. Ami ugye senkinek se sikerült addig, ez ilyen történelmi csúcs volt. Igen. De nem, nincsen tartalékuk. És sajnálni kell őket.
Na igen, úgyhogy most a mozizás visszatért a régi kerékvágásba, és az is elképesztő volt nekem, amit fogok beszélni a Tolvajok Társasága című filmről. Én azt egy hétfő este néztem, és a teremnek a fele majdnem tele volt emberekkel, ami ilyen sűrű moziteremben nem voltam több mint egy éve. Szerintem a Teneten voltam utoljára, mondjuk az, hogy nincs egy éve, de nem baj. És az ilyen meglepő volt, hogy hétfő este mondom, mit csinált ez az ennyi ember, ami nem baj, csak megindult a tömeg, ami jó. De érdekes, hogy igazából azt hallottam, hogy sokan csak úgy menni akartak moziba, és ez volt az egyetlen film, amit még nem láttak, vagy nem láthattak, szóval igen, nem nagyon volt választásuk, hogy mit nézzenek. És több hát premier hétvégén többen megnézték, mint most a Kígyó szemet, a Tolvajok Társaságát. Oké, ez sok rendben. Ezt ízlelgessük. Úgyhogy, ja, úgyhogy volt rengeteg film, de nem csak a moziban voltak filmek, hanem a streamingeken is, és így jutunk el az első filmünkhöz, amit ki fogunk beszélni ebben az adásban, a Holnap háborújához, ami egy Paramount mozipremier lett volna, csak ugye a Paramount volt inkább a leginkább bőkező az eladásokat tekintve, és amit lehetett eladtak Top Gun-on kívül, köztük ezt a filmet is, ezt speciál az Amazonnak, potom 200 millió dollárért, ami az Amazonnak egy nagyon jó üzlet lehetett, mert azért ránézésre nem volt ez egy olcsó film, és azért egész pozitív a vészhangja, sőt elég pozitív a vészhangja, mellette a Fekete Özvegy előtt ez volt a legtöbbet letorrentezett film, tehát tényleg érdekli az embereket, ami azért valószínűleg akkor az Amazonon is sokat megnézték. Ja, és még szerintünk is egy tök jó film. De akkor Jani... Igen, amúgy szerencsére ez nem szokott olyan lenni, hogy ha valamit sokan letorrenteznek, akkor az megbukik a mozikba. Nem, sokszor kéz a kézbe jársz, van nagy siker, és nagyon sokan torrentezik le. Igen, meg ugye ez nem mind egy direkt úgy, tehát hogy mondjam, ebből ugye azt szokták ilyenkor számolni, hogy a letöltésekkel, hogy milyen összegű pénzkiesésük van. Meg ezt általában a videójátékoknál is szokták sokat a stúdiók, hogy a kalózkodás miatt ez a X, mint amit letöltötték 3 millió van a játékot, letöltötték 3 millió a filmet, akkor 3 millióval kevesebb példányt adtak el. Ez nem ilyen egyszerű, mert ugye tehát biztos nagy mennyiségű olyan ember van, aki ugye ha nem tudja letölteni, akkor lehet, nem biztos, hogy megveszi. Ugyanúgy ennél a filmnél is, hogyha ez nincs fönn most, hogyha mondjuk tegyük fel, moziba megy, de nincs fönn torrenten, akkor van egy réteg, aki amúgy sem ment volna el moziba. Nyilván, igen, nyilván van az a réteg is, akire ez hatással van, csak ez nem egy ilyen egyszerű, egyenesen arányos dolog. Igen, és ezt nehéz mérni. Igen. Mert ez csak feltételezés igazából, hogy hányan lettek volna annyira érdeklődők a film iránt, hogy azt mondják, hogy basszus, nem tudom mondjuk leszedni, vagy online megnézni, akkor elszaflatok a moziba érte. Igen. Úgyhogy én mindig ja, az vagyok, hogy inkább elmegyek, ha olyan van meg, és utána ez a film után is olyan volt, hogy ha ezt ment volna moziba, azon gondolkodtam, hogy viszont, tehát annó a első tízer előzetesébe beletekertem, és annyit tudtam a filmről, és azért annyira nem volt meggyőző. És aztán utána mindenki elkezdte, hogy pedig ez milyen jó, aztán jött a Jani is, hogy pedig ez milyen jó, és hogy beszéljünk róla, és akkor megnéztem, és igen, nem rossz, igen. Pont azt akartam, hogy amúgy ez tipikus ilyen blockbuster, nyári blockbuster film, hogy tudod jól, hogy tele van hibával, tudod jól, hogy rohadt nagy baromságok vannak benne, de mégis hálás vagy azért, mert élvezetes és szórakoztató. Hogy ez tényleg olyan film, ami nem veszi komolyan magát, ami nem akar ilyen világ megváltó gondolatokat közvetíteni, ennek szint, hiszen az a célja, hogy te jól érezd magad, miközben nézed, és az perfektül eléri szerintem. Igen, meg, tehát hogy mondjam, én szerintem annyira nem voltam elragadható tőle, mint például te, meg sokan mások, amit olvastam a neten, de tényleg az egy nagy előnye, hogy fogja ezt az időutazós dolgot, és akármit, és egy nagy baromság az egész, de nem megy át egy pillanatra se önmaga paródiájába, hanem így tényleg ők ezt így, oké, akkor belerakunk egy olyan hatásos már-már horrorba illő jeleneteket, meg stb., meg elképesztő akciókat, meg így rászálljuk az időt a lényekre, stb., hogy így nem érzed azt, mint mondjuk egy Jurassic World-nél, hogy már az alkotó is szégyelli, amit csinál, hanem hogy itt egy fasza űrlényes film, itt hentelik őket, meg lövöldöznek, meg fölrobban, még Chris Pratt is benne van,
és hogy jó szórakozás. Tehát így ezt kell Igen, látni tőle. helyén kezeli a dolgokat, ráadásul nekem azt tetszett itt nagyon, hogy csak gyorsan az alaptörténet, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó. A világunkban normálisan megy minden, és egyszer csak a jövőből érkeznek katonák, hogy kellenének emberek a jövőbe, mert idegen lények szállták meg a földet, és vesztésre állunk a háborúban, és ha most a múltból nem jönnek katonák, akkor ennyi volt gyakorlatilag az emberiségnek x év múlva. És ugye a Chris Pratt egy sima tanár, és ő is elutazik a jövőbe, hogy harcoljon az emberiségért. Nagyjából ez ugye az Igen. alapsztori, már itt is több sebből vérzik a dolog, de az ötlet maga menő. Szóval Igen, meg így az, hogy tehát igen, az, hogy tehát, hogy én lennék köszönöm egy pókert. ha azt a filmet így mondod a filmnek, hogy pillangó hatás, meg paradoxon, akkor valószínűleg úgy reagálnám, mint amikor a vámpírra ilyen napfényt ereszednek, hogy Igen, vagy csak megtölteni a fegyverét is rádnézne, Igen. ahogy az amerikai filmben a szokás ilyenkor fenyegető jellege. Igen. Igen, nekem azt tetszett nagyon, hogy a rendező az Chris McKay, aki a Lego Batman filmet is csinálta, és nekem a Lego Batman az már szinte a zseniális kategória, olyan szempontból, hogy tökéletesen kihasználta meg, felhasználta az eszközeit, hogy a lehető legjobb filmet adja nekünk a kategóriáján belül, Amúgy szerintem is és a Lego Batman az a eddigi legjobb Lego film. igen, és gyakorlatilag a rendező itt is pont ugyanezt csinálta, hogy az összes rendelkezésre álló eszközét a lehető legjobban használta fel ennél a filmnél. Tudta jól, hogy már az ötlet is, meg minden annyira, hát mondjuk így blőd, hogy ebből nem lehet egy ilyen komolyan vehető epic science fiction filmet csinálni, hanem inkább ráment erre a kalandos, vicces, akciódús alkotásra, és annak tökéletes. Az kifejezetten tetszett nekem, hogy ugye ez a film is olyan lényekkel operál, mint például a bosszúállók is, meg ilyesmi, hogy egyetlen egy karakter, de abból van több millió. Tudod, Igen. egyetlen egy ilyen, hát jó, kvázi kettő van, de akkor is, hogy ilyen tömeggyilkos karakterek vannak benne, de nem úgy kezelik őket, mint egy ilyen fogyóeszközt a legelején, hanem úgy vezetik be ezt a szörnyeteget, hogy számodra az félelmetes, már egy Igen. darab, úgy néz ki, Fenyegető. ami már egytől félsz, érted? Már egy darabnál elhiszed, hogy a félemberséget ki tudná végezni. És példásan csinálják azt, hogy ha már egy félelmetes, három rohadt félelmetes, és nem az lesz, hogyha mondjuk megjelenik 50, akkor azt mondta, hogy jó van, ez nem ér semmit, hanem egyre félelmetesebb lesz, minél többen lesznek. Igen. És ez nagyon ritka az ilyen filmeknél, ugye ez ilyen nagyon olcsó megoldás, hogy ugyanaz a karakterdizájn egymilliószor. Nincsen lelkük, nincsen semmiük, és akkor csak hentelik őket. Itt az ennél több volt bennük. Igen, meg már maga a dizájn is nagyon tehát, szemrevaló. Tehát Igen. egyedi, tényleg, és tehát az, hogy van egy ilyen lény, ami így harap és megeszi az ember, de mellette azért, tehát tulajdonképpen lőfegyvert adtak neki. Ez már olyan elvetemült és Igen. elképesztő ötlet, hogy Hát fantasztikus. kvázi lőfegyvert, Egy kvázi, igen. tehát Hogy... ugye már nem, tehát, Igen. de igen, tehát távolból is veszélyes, akkor Ne így csak mondom. közelről legyen. Igen. Igen, azt mondták, hogy ne csak közelről legyen veszélyes egy elég, hogy ez a tipikus elugassz a nyakára, és akkor jól van, megölted, hanem mindenféleképpen veszélyes. Igen. És Meg ugye Chris Pratt nem egy színészóriás, valljuk be, és még neki is jól állt ez a szerep, mert itt most egy ilyen, hát iskolai tanárt alakít, nekem ő sose volt egy olyan karakter, akit így az eszéért szerettem, legalábbis egyik filmében se volt az a tipikus karakter, aki meglepett volna engem azzal, hogy milyen okos. Általában arra mennek rá, hogy egy nagyon szerethető, bátor figura. De az, hogy neki esze van, azt nem szokták itt mutatni. És ez most csak félig van jelen, hála az égnek. Egy tök jó karaktert alakította, jó a motivációja, még a poénok is jók voltak, amiket tolt. Nem rángatott ki soha a filmből egyetlen egy ilyen idióta poén se. igen. Én igazából még két dolog van mindenképp, amit akarok mondani. Az egyik, hogy azért az tényleg, tehát nagyon-nagyon sokat hozzáad a filmhez az, hogy elképesztően látványos. Tehát az nem néz neki ilyen jól, akkor szerintem sokan már kevésbé lennének egyrészt elnézőek vele. Ezt nem úgy mondom, csak hogy szerintem ennek egy nagyon nagy szerepe volt ebbe a filmbe, hogy ez így működjön, hogy tényleg elképesztően jól néz ki. A másik, meg hogy nekem az egész film olyan volt, hogy egyrészt ez 2 óra 20 perc ez a film, és olyan volt, hogy tehát az első akciót ott a
mikor men a kimenekítő akció, tehát az volt talán a legjobb az egész filmben, és akkor utána volt, amikor a elfogási akció, az megint rohadt jó volt, akkor a végén volt egy ilyen, annyira azért nem volt jó, de piszok látványos, és így a végére nekem ilyen téren is kicsit kifulladt a film, meg tehát a végén ott már akkora nagy vadbaromságok voltak, hogy nekem az átlépte a határt, de ez előtte való másfél óra, az bőven kárpótolt érte, de én azt már nem bírtam lenyelni ott a végén, hogy hogy fejtének meg dolgokat, meg ilyenek, tehát a... stb. De ettől függetlenül tényleg marhára élveztem, főleg a első két harmadát, de tényleg az volt, hogy kicsit olyan, mint majd egy másik film lesz, csak azt, nem, csak azt moziba láttam, és azt ott akartam elmondani, hogy az lesz majd a idén, hogy a legnagyobb önfeled szórakozás, ez a film nagy része is tényleg egy tök jó önfeled szórakozás, ezt én is így tudom körülírni. Körülírni. Igen, ez egy tök egyszerű, tök buta látványfilm, ami igazából tökéletes szórakozás, hogyha nyitott valaki erre. Igen. Meg azt akarom még hozzá, hogy öreg leszek, akkor J.K. Simmons akarok lenni. Tehát, nagyon durva, hogy milyen fazonban van a csávó. De tényleg, tehát, amikor van a Chris Pratt, egy tök kemény csávót játszik, és akkor megjelenik J.K. Simmonsnál, és hogy ki ez a kis köcsög, ez az állat mellett. J.K. Simmons végre megmutathatta azokat az ízokat, amit a Gordon szerepére felszedett ugye a Justice League-ben, és végül nem mutattak belőle semmit. Igen. De már ugye annó a Whiplash-ben is ilyen kigyúrt állat volt, na mindegy, tehát nagyon kemény, milyen kondiba van. Ja, ő egy nagyon pozitív példa. Igen, meg az, hogy mint tetszett a színész is, tehát ő karaktere volt a kevés játékidő ellenére a legszórakoztatóbb, és pont azért volt olyan rohadt szórakoztató, mert azt se vették. Tehát az is egy ilyen már-már parodisztikus figura volt, de mégis egy ilyen full komoly, feszült jelenetbe szerepeltették ott az elején. Úgyhogy... Igen, de amúgy az is érdekes, hogy a dráma is működött, az a falaknyi dráma, ami benne volt, mert ugye tipikusan ilyen apa-gyermek kapcsolatot bemutató film, ugye az a mozgatórugója nagyon sok mindennek, és működött. Szóval nem olyan izé volt, hogy jó, azért maradjatok már csöndbe, mert nem érdekel, igen, hogy mi van az emberekkel. Nem, ez... Érdekes volt. Igen. Igen, ez teljesen... Úgyhogy szép munka, így szerintem Chris McKay részéről, hogy azt hiszem ez az első élő szereplős filmje. Igen, tehát ahhoz képest nagyon jó. Ha máskor tényleg ilyen inváziós, vagy hasonló, tényleg, tehát ez a fajta csávó, ez a film alapján, tényleg most csinálnak mondjuk egy Dzsungeltúra 2-t, vagy akármi ilyen filmet, akkor hogy csinálja ő, mert ezek alapján akkor a lényeget azért érti. Hát már az első részt is ő csinálhatta volna. Az meg a másik. Mondjuk annyira. Igen. Úgyhogy jól van, holnap háborúja. Ez egy. Akkor jön a 2, Space Jam 2, ha már apa-fiú kapcsolat. Ez gyönyörű átvezetés volt. Igen, ezt csak a Jani látta. Én nem néztem meg, mert én az első filmet se láttam még, és azért lehetett sejteni szerintem, hogy ez a film annyira nem lesz jó, és akkor így alapból nem érdekel, de hogy még a nosztalgia sem menthette volna nekem, így nem vettem rá magam, hogy erre így elhagyjam a lakást emiatt. Hát figyelj, abszolút megértelek, mert... Noha a nosztalgiára próbál építeni, de nem túlzottan, csak icipici nosztalgia van benne, szóval inkább azt érezni, hogy új közönséget akartak megjelenni, de ha te, mint minimális érdeklődő úgy gondolod, hogy ez nem neked való, akkor ezt elcseszték teljesen a marketinget, ami tökélethető, mert egy ilyen kocs filmet nem is igazán lehet eladni. Mert ez a film maga egy reklám. A Warner Brothers a saját szarjait reklámozta folyamatosan benne. Ez nem egy film volt, hanem egy ilyen reel, hogy mik vannak a Warner Bros. Tulajdonában. De egyébként ebben tudod, mi a vicces, most csak egy hozzáfűzve, hogy annó a Lego Batman is ezt csinálta valamilyen szinten. De ott valahogy nem zavart engem. De ott voltak ilyen összetartó elemek, uh-huh, ott beleillett, itt meg izzadságszagú, uh-huh, kellemetlen, ahogy nyomják le a torkodon, ráadásul, ugye ezt fiatalok, mostani fiataloknak szánták, hogy LeBron James van benne, nem pedig Michael Jordan, és nem hiszem el, hogy ha azt mondja egy marketinges csapat, vagy egy írói csapat, hogy figyelj,
legyen az, hogy a mostani fiataloknak eladjuk ezt a mostani menő dolgokkal, van benne debbingelés, vagy mit tudom én, micsoda, akkor miért raksz bele 22 évvel ezelőtti Matrix referenciát? És ilyen tök nonsense, random dolgok, ilyen pillanatra Rick és Morty is megjelenik. A háttérben ott van az Apáca című horrorfilmből. Az Iron Giant is megjelenik, és semmi értelme az egésznek, mert nem konzisztens, nem a saját közönségüknek van benne ez a pár kedves kis gesztus, hanem ilyen korcs lesz az egész, undorító. Én annak idején, mikor kijött 96-ban a Space Jam, Zűr az űrben című film Michael Jordannal főszerepben, én megvadultam kb. Azért a filmért, mert én voltam akkor annak a filmnek a tökéletes célközönsége. Gyűjtöttem a kosaras kártyákat, mint annak idején minden egyes tini fiú. Michael Jordan volt a kedvencem, és azt a heti egy napot, amikor ment a Bolondos Dalmak a tévében, ha jól emlékszem, csütörtök reggelente, úgy vártam, mint a messiást. Most képzeld el, hogy bejelentik, hogy lesz egy film a kedvenc kosarasoddal és a kedvenc rajzfilmfiguráiddal. Én szerintem kb. 60-szor láttam gyerekként a Space Jam-et, imádtam. Noha felnőtt feje valószínűleg nézhetetlen lenne most. A blőtt humor meg minden miatt. Na, ezt a blőtt humort, ezt megtartották itt is. Rettenetesen idióta a Space Jam folytatása, de az a nagy különbség, hogy LeBron James kicsit sem olyan karizmatikus, mint Michael Jordan, pedig ő sem volt egy színész óriás. És annyira, de annyira erőltetett ez az egész film, hogy az fájdalmas. Próbálják folyamatosan lenyomni a torkodon, hogy ez vicces. Próbálnak úgy csinálni, mintha ez jó lenne, amit nézel. De rohadtul nem. Nincs benne se szív, se lélek. Ez egy ilyen tiszta semmilyen stúdió hulladék. Hát az Nem tudom, hogy lehetett valaki, aki azt mondta erre, hogy ez jó lesz. És akkor eszem, pont tegnap, vagy tegnap előtt voltam benne a városban, és láttam egy csomó ilyen ruhaboltnak a kirakatában Space Jam-es cuccokat. aha. Tapsi-hapsi zokni, tapsi-hapsi póló, a Mackie-ben ott vannak a Space Jam játékok, Happy Meal-be, és így minden összeállt. Hát ez nem film akart lenni, ez egy franchise opció. Fel akarták éleszteni. Jót tesz a Bolondos Dalmoknak, jót tesz a Warner Brothersnek, Jót tesz jót az tesz LeBron NBA-nek. Jamesnek. Igen, mindenki, és ez szintiszta, ez olyan, mintha learatnák most ezt a Hát ne 25 igen. évvel ezelőtti nosztalgiát, learatnák most a jelenlegi érdeklődő gyerekeket, meg a szerencsétlen szülőket, akiknek el kell vinniük őket a moziba, aztán megvenni a sok sztárt a boltokban. Szánalmasan átlátszó, undorító húzás az a stúdió részéről, és hozzátenném, egyáltalán nem élvezetes a film. Egy pillanatig sem. Szegény Don Cheadle a főgonosz benne, aki egy algoritmust alakít, LG Rhythm névvel, szóval nagyon megjelentették Ha-ha-ha. magukat az írók. Igen, és ő jó a filmben. Szerencsétlen, szerencsétlen ember próbálkozik, és szórakoztató, amit csinál alapból, de amit csak ő csinál. De amilyen szövegeket adnak a szájába, az már teljesen cringe. Amiket csinálnia kell, az iszonyat kellemetlen. Minden rossz ebben a filmben. Mert hülyének néz minket, és egyáltalán nem úgy kezeli az embereket, mint embereket, akiket szórakoztatni kéne alapból, vagy legalább megnevettetni, vagy úgy éreztetni velük, hogy ne akarják egy rozsdás késsel kiszúrni a szemüket a film végére, de ez nem jön össze neki, mert végig egy reklámfilmet nézünk közel 2 órán keresztül, aminek se értelme, se normális története, se, semmi, érzelmileg nulla. Szóval meghoztam a kedvedet hozzá. Igen. Nagyon. Főleg már Akkor annál, de sikerült igazából annál mozival. a résznél fogtál meg, hogy egy lelketlen stúdió szemét, tehát ott megmozdult valami. Igen, De... nagyon dühös vagyok el, és nem voltak nagy elvárásaim. Egyáltalán nem voltak nagy elvárásaim, de még így is tudtam csalódni ebben. Igen, reméljük, a Space Jam 3 jobb lesz. Ja, általában Dwayne Johnson-t akarják, hogy most már nem úgy olyan lesz a Space Jam, hogy possá labdáznak benne, hanem pankráció. Na. Meg majd jön a Battle Royale verzió. Jó, van, akkor viszont menjünk tovább.
egy olyan filmre, ami szerintem nagyon szórakoztató volt. Ez a Senki, Nobody, Bob Odenkirk-kel akciófilm. És akkor ez volt az, amire korábban hivatkoztam, hogy az idei mozizás, nem idei, a újranyitás óta a mozizásaim közül, ha a... Nem azt nézem, melyik volt a legjobb, mert az a, egy igazán dühös ember lenne, de ez volt a leginkább olyan film, amin a legjobban tudtam önfeledten szórakozni. A Senkin. Ez annyiról Azt szól... megértem. Akkor jó. Ez annyiról szól, hogy a Bob Odenkirk ugye éli a unalmas hétköznapjait, és hát betörnek hozzá, és eltűnik a kislányának a cicás karkötője, és elkezdi lenyomozni őket, utánuk menni, és tehát itt már így pedzegetik, hogy itt akkor oké, van egy valami múltja, enyhe John Wick áthallásokkal, és igazából az történik, hogy megy haza a busszal, miután a cicás karkötőt sikerült visszaszereznie, és öt ilyen kevésbé szimpatikus alak felszáll a buszra, és ott már elkezdik molesztálni az egyik fiatal lányt a buszon, és akkor ő úgy dönt, hogy kiáll a kislányért, és hát, hogy ő igazságot szolgáltat, és megkapjuk az év legjobb akciójelenetét, és akkor utána igazából ez lesz a film cselekménye, hogy hát, hogy a rossz emberekbe kötött bele, de ugye a Bob Odenkirkről is kiderül, hogy nem csak egy átlagos férfi. És ezt láthatjuk Igen, és másfél ez órában. elég karakteridegen számára amúgy ez a szerep. Mert ugye honnan ismerhetik a magyar nézők leginkább a Breaking Bad-ből, Breaking mint Bad meg a Better Call Saul-ból. Saul Igen. Igen, hát nem egy olyan akciódús karakter ő alapból, hanem az a tipikus comic relief szokott lenni. Mert ő amúgy alapból egy komikus. És ez ezért is volt szerintem tökéletes casting, mert senki se számítana arra, hogy ilyen kikesz lesz benne Bob Odenkirk. Igen. Ilyen meta szinten se. Tehát mind a filmvilágán belül, meg nézőként is. Igen, ugye a John Wick írója csinálta ugye ezt, és a Derek Posted, csak most a Hardcore Henry rendezőjével, ez is egy elég erős kombináció szerintem. Igen. Itt így minden adott volt ahhoz, hogy ez egy maradandó, jó és szórakoztató film legyen, mert itt érezni lehetett azért, hogy nem az ilyen 80%-ban komolyan vehető John Wick vonalat akarták képviselni, hanem itt inkább a 50-50-re mentek rá, vagy Igen. talán még annál is Még több, igen, kevesebbre. tehát ez ilyen, tehát szerintem pont ez gátolta meg a filmet abban, hogy ez maradandó lehessen, mert ahhoz, hogy maradandó lehessen, az tényleg annyira komolyan, tudatosan végig kell vinned, mint például a John Wick tette annó. Nem sajnálom érte, de hogyha, tehát, ha a film a buszos akció szellemiségében visz végig valamit, hogy ennyire kegyetlen és ennyire földhöz ragadt, akkor így maradandó is lehetett volna. Itt teljesen átmennek már fantaziba, de annyira szórakoztató volt, és annyira tényleg ez az önfeled szórakozás érzését, élményét nyújtotta, hogy nem tudtam rá miatt haragudni. Igen, amúgy én is pont így voltam vele, hogy az a buszos akciójelenet az zseniális. Imádtam minden másodpercét, és soha nem tudott olyan magasságokig menni a film. Utána kicsit leült, meg elment másik irányba, mint hogyha így kiripálták volna, hogy jó volt, egy iszonyatosan fasz akciójelenet, most már csináltunk mást. Amikor pont, hogy azt kellett volna, hogy még legyen ilyesmiből kettő. Igen, meg hát ugye az volt tényleg, hogy a végére, tehát annyira egy szuperhumán lett a szuperember lett a Bob Odenkirk, tehát nem volt annyi minimális, tehát nem volt az, mint a John Wickbe benne, hogy akkor igazából itt őt is kinyírhatják tulajdonképpen bármikor, hanem itt ezt... Igen, igen igazad, vagy inkább azt hittem, hogy bármit túlél a végére. Egyre inkább. És nem volt kár értem, mert tehát annyira... Tehát például a öregek otthon, van egy öregek otthonás jelenet, egy ilyen jumpscare-szerűség, tehát az év egyik legviccesebb pillanata volt a Mitchell a gépek ellen szamaras jelenete mellé körülbelül, tehát az a szín, de tényleg, meg tényleg tök jó a végén, és ott az a lövöldözés, csak hogy az is olyan, hogy most így oké, hogy ezek itt állnak, és ilyen tényleg ilyen over the top módon hentedik az embereket, de nem így indult a film, és mondom, azzal menti magát, hogy tényleg tehát rengeteget nevettem, jók a beszólások, az akciók szórakoztatók, meg tényleg annyira túl megy minden határon, hogy de nem lehet nem élvezni. Majd hát, ha lesz ennek a írónak, meg ennek a rendező párosnak mondjuk, vagy
külön utakon, de egy olyan film, ahol ezt a metodikát fogják, és ezt végigviszi konzisztensen, mert akkor lehetne egy olyan, hogy megkapjuk a John Wick 2-t eszmei örökösként. Érdekes, mert már bejelentették, hogy lesz a Nobody-nak folytatása, úgyhogy lehet, hogy tanulnak majd ebből, és az már inkább arra megy el, hogy over the top akciójelentek, amik nagyon kemények, de szórakoztatók is, mert ugye a John Wick filmeknél nem a szórakoztatás a lényeg az ilyen jeleneteknél, hanem az, hogy tényleg mutassák, hogy ilyen a Reeves iszonyatosan kemény, meg maga John Wick is. Igen. Hát meg ott nyilván ott a John Wicknél is, tehát én azért ott is a folytatásoknál kiveszett egy-más. Tehát ott az eszmeiség az ott is kiveszett a részekből. Nyilván olyan akciókat raknak bele, hogy amiatt még én is elmegyek még John Wick 6-ra is a moziba, ha azt a szintet tartják, de szerintem tehát ott is azt nem tudták megismételni. Hát, ha itt a Nobody-nál még sikerül fejlődni is. Minden adott hozzá. Mert most Bob Odenkirk is beleállt ebbe, hogy ki akar törni ebből a skatujából, és ezzel a filmmel sikerült is neki. Ja, most olvastam, viszont reggel egy szegényt kórházba vitték a Better Call Saul forgatásáról. Úgyhogy jobbulást kívánunk neki. Mi történt? Nem tudni, csak hogy kórházban kezelik. Rosszul lett, ezt írták. Ezt pont ma reggel olvastam adás előtt. Szegény. Úgyhogy igen, és hogy tényleg meg ezzel is, hogy ilyen... Tehát vannak ugye ez a... Szoktak csinálni a YouTube-on ilyen tier listákat, és akkor ő is így a színészek között most egy ilyen tiert följebb lépett ezzel a filmmel, hogy Better Call Saul mellém alapból magas ligában játszott, de ezzel most így a sok oldalúságért plusz egy pontot kap a Griffendél, tehát marha jó volt. Ja, tényleg amúgy egy szórakoztató film, hogy... Én szerintem ez bárki meg tudja nézni, szóval ez nem olyan, hogy hát, olyan akciófilm biztos unalmas, meg jelenti, hogy az bárkinek. Igen, ez nem azért, tehát olyan szempontból én azt ilyenkor azért el szeretem mondani, mert van pályán ismerősöm, aki az erőszakot nehezen viseli, az, ha más nem, a buszos részt mindenképp skippelje át. Tehát mert az kegyetlen. De igen, tehát aki az erőszakot, az nem feltétlenül, de persze, tehát ez is annyira szórakoztató, hogy unatkozni senki nem fog rajta. Ja, és... mondjuk ott az... Mondjad te. A buszos jelenetnél nekem az emberség tetszett a legjobban, hogy nem tudom, volt már olyan másik, hogy ugye megy a bunyó, egymásnak esnek a minden, és akkor ugye pihennek is, mert bárki bunyózott életében azt tudja, hogy rohadt fárasztó. Ez nem úgy van. Igen, nem 10-15 percig egyetlen összecsapás, hanem gyakorlatilag a 6.-7. ütésnél, vagy a másodpercnél. Én már gyakorlatilag a levegőjét kapkodsz, és azt kívánod, hogy legyen egy bíró, aki azt mondja, hogy szünet, egy percig üljetek le, pihenjetek. És ugye ebben a filmben is azon, hogy pihennek, meg ilyesmi, és a pihenésnél a gonoszok így egymásra szólnak, hogy jaj, nagyon gázak a fogaim. És eltörött az orrom. Igen, és akkor így panaszkodnak, úristen, nem hitték, hogy így zárul az este. Nem lesz foga, be van törve az orra. Annyi tetszett az emberi pillanat. Igen. Annyit akartam átkötésnek, hogy a feletti szórakoztató film után, tehát én hasonló elvárásokkal ültem be a Tolvajok Társasága, The Misfits című Pierce Brosnan filmre. Ez volt az, amit mondtam, hogy hétfő este is tök sokan néztek, valószínűleg azért, amit a Jani is mondott, hogy igazából nem volt alternatívája, és tényleg aki nem Fekete Özvegy vagy Space Jam közönség, az igazából ezt tudta nézni a moziban. És hát mit kell tudni erről a filmről? Szerintem az a legjobban összefoglalja az egészet, hogy ez egy olyan film, amit a vicceskedő fekete karakter narrál. És akkor így mindent elmondtam. Arról szól, hogy vannak ezek, el sem lehet mondani, hogy miről szól, mert a film annyira csavaros, hogy így az első fél órája az abból arról áll, hogy ő megvicceli a nézőt azzal, hogy nem is azt mutatja, miről szól, meg hogy erről kiderül, hogy igazából ő a segítő, meg ő a főgonosz, meg ő a XY, és így utána a vicceskedő karakter, aki narrálja a filmet, így elmondja, azt hittétek, hogy ez így van, de hát ez nem így van, és ez megy másfél órán keresztül. Ez már most kellene számomra. És igen, és úgy van, hogy ez azért ez a Misfits, mert a vicceskedő karakter egy ázsiai hölgy, egy ázsiai srác, meg egy mastermind,
azt csinálják, hogy modernkori Robin Hoodok a gazdagoktól lopnak, és a szegényeknek adják, meg terroristáktól lopnak, meg ilyeneket csinálnak. És hát van egy eszméletlen nagy miük tervük, amihez kell a Pierce Brosnan, és úgy akarják behívni, hogy a Pierce Brosnan egy hatalmas nagy hírhedt tolvaj. És őt üldözi a Tim Roth, aki meg egy európai ügynök, és azért üldözi, mert a Pierce Brosnan megküldte a Tim Roth feleségét, és ezért a személyes motivációk miatt sikerül a Pierce Brosnant is behívniuk az üzletbe. Ez ugye a film fél óra, első fél órája 40 perce, mire eljutunk ide. Előtte nagyon sok csavaros és humoros jelenetet követően. És akkor utána igazából az a lényeg, hogy egy börtönből kell kilopniuk a aranyat. És hát, na mindegy, tehát már a film is, hogy akkor elmondják az elején, hogy akkor tehát az a lényeg, hogy be kell menniük a börtönbe, hogy ki tudják lopni az aranyat. És akkor Pierce Brosnan már megszökött több börtönből is, ezért is kell nekik, de igazából úgy bemenni fegyenckét nem is megy be a börtönbe, tehát ilyen kellemetlen az egész. Miért ember van? Mert kellett a Pierce Brosnan ebbe a filmbe, és akkor tényleg van egy ilyen óra szenvedés, és a végén van egy egész értékelhető autós üldözés a sivatagban. Meg van benne két jó poén körülbelül. És ennyi. De szörnyű ez a film. És akkor ezek szerintem a reputációja az nem hazudott. Nem, és tényleg az a baj, hogy tehát ott van egyrészt ez a narráció, ami tényleg vallatni lehetne vele, és mellette amúgy is olyan szörnyű párbeszédek vannak benne. Tényleg kapartam a fejemet, és tényleg meg közben az, hogy próbálja a film okos lenni, és így, tehát hogy az nem csavar, hogy valami azért csavar, mert igazából úgy előtte semmi arra utaló ok nem volt, csak így releválják, és akkor még a narrátor mondja, erre nem is gondoltál mi, és így oké. Tehát, szóval ilyen semmiből jött, tök random, csak azért, hogy legyen benne csavar. Hát igen, tehát a film, elmondom a film elején, az van, hogy a Pierce Brosnan meglop egy embert nek az óráját, és akkor mi azt látjuk, és arról kiderül, hogy akit meglopott, az a mastermind volt, aki ezeket a tolvajos szövetségét vezeti. És hogy az egészet eltervezte, hogy direkt oda ment egy olyan órával, hogy majd a Pierce Brosnan meglopja őt, és akkor ezzel fogja majd meginvitálni magához. És akkor ezt így utólag, amikor így beszáll mellé a kocsiba az, akitől ellopta az órát, és akkor mondja neki, hogy jöjjön velem, akkor így mondja, akkor mondja a narrát, hogy aha, erre nem gondoltál mi. És hát jó, de miért gondoltam volna? Úgyhogy, ja, és tényleg több, azt még egyszer elmondom, tehát többen nézték meg ezt a filmet a premier hétvégén, mint a kígyó szemet. Hogy melyik filmről mit mond el, azt mindenki dönts el. Tényleg én a jó hiszeműségben és a pozitív gondolkodással beültem erre a moziba, mondván megadom neki az esélyt, de szörnyű volt, úgyhogy menjünk tovább. Másik filmre, amit meg nem én... Minden hős visel köpenyt. Nem minden hős visel köpenyt, úgyhogy Jani, egy másik köpeny nélküli hősről beszéljél, a Fekete Özvegyről. Milyen, ja, hát milyen ez a film? Jócskán megkésett Fekete Özvegy. Hát én, ha őszinte akarok lenni, egyáltalán nem vártam ezt a filmet. Az egyetlen dolgom, miatt érdekelt, az hogy hát ha benne lesz egy húzamosabb ideig Budapest. Teljesen ennyi. Igazából nem éreztem azt, hogy a Fekete Özvegynek kéne egy film. Nem éreztem azt, hogy jönni a lényeges meg karakter. Meg azok után, hogy meghalt főleg. Ja, igen, az időzítés is olyan ötletes, bocsék, mert ugye mindig problémás, amikor tudod, hogy mi lesz a karakternek a vége, és akkor érdekelni fog engem ez a plusz? Nem. Nem fog érdekelni, és ezzel is úgy voltam, hogyha nem tudnám, hogy ez egy Marvel film, ami valószínűleg valamit hozzáad az MCU-hoz, akkor nem nézném meg, mert egyszerűen nem érdekel. Számomra a Fekete Özvegy nem egy olyan karakter, akinek így érdekel egy külön film. És kérdés, akkor az elejére is... hozzáadott valamit? Jó, értem. Nem eleget, mondjuk nem eleget. Úgy, nem eleget, de úgy csinál, mintha nagyon sokat hozzáadna, az biztos. Nagyon, nagyon komolyan veszi magát ez a film olyan szempontból, hogy lényeges MCU filmnek tekintem, mert pedig nem az. De amúgy kellemes meglepetés volt, mert jól szórakoztam rajta.
De nekem az volt a legfurcsább az egészben, hogy akkor működött leginkább a Fekete Özvegy, amikor nem akart Marvel film lenni. A karakterpillanatok voltak a legjobbak. David Harbour, mint a Red Guardian, zseniális. Már bármelyik megszólalásán én tudtam röhögni. De igazából erőltetett volt a legtöbb dolog ebben a filmben. Mert ugye ez közvetlenül, ha jól emlékszem, az Amerika Kapitány polgárháború után játszódik. Szóval itt azért Ja, már van ez feszkó. az után játszódik. Igen, ha jól emlékszem, akkor Ma közvetlenül azt hittem, utána hogy ez ilyen, játszódik. tudod, ilyen, hogy ilyen, nem tudom, hogy még a bosszúállók előtt, meg a, mit tudom, még a Vasember 2 előtt, tehát én azt hittem. Jaj, nem, itt már minden megvan, itt már poénkodnak azzal, hogy ő már egy bosszúálló, miért nem hívja a szuperhős haverjait, meg ilyesmi. Ilyen poénok Várj, akkor vannak benne, kérdés még, feszkó. miért nem hívja? Mert most nincsenek olyan viszonyban. Ez volt azt hiszem a válasz a Aha. filmben. Hát ugye a polgárháború után azért volt ott feszkó Hát de a jó, bosszúállók a egyik felével között. nem volt olyan viszonyban. Na jó, mindegy, csak viccelődök. A másik fele az meg elmenekült, ugyanúgy, mint ő is. Igen, jó. Ja, úgyhogy igazából itt annyi a történet, hogy a Fekete Özvegy megpróbálja földbe tiporni azt a sötét egységet, akik annak idején őt is kiképezték, és elvették tőle gyakorlatilag a gyerekkorát, meg az életét. Akik csinálták, vagy akik csinálják ezeket a fekete özvegyeket, mert mint kiderült, sokkal nagyobb probléma ez a fekete özvegyes dolog, mint bárki gondolta volna. És gyakorlatilag arról szól, hogy a régi műcsaládját összerántja, hát ha ők tudják, hol van ennek a fekete özvegy csináló szervezetnek a feje, és ez az egész film. És Hogy akkor a végén ott az őt van az a le havas akarja nagy szedni. akció, ha jól gondolom. Az a közepén van, és Micsoda. nem olyan lényeges az az akció. Az csak egy. Igazából van három nagyobb akciójelenet. A budapesti, az a havas, meg a végén egy ilyen égben játszódó, azt is ugye a trailerbe előtték gyakorlatilag a legszebb pillanatokat. Szóval meglepetés nem fog érni, hogyha megnézed a filmet, hogy wow, ezt nem is láttam az előzetesben. Nem, mindent belepakoltak, hogy sikerüljön eladniuk. De mondom, amúgy tök szórakoztató lett, és leginkább a karakterpillanatoknak köszönhetően. A legjobb jelenet az, amikor a régi család összegyűl egy asztal körül. Elkezdenek enni, piálni és dumálni. És ez a legerősebb az egészben, és nem szomorú valamilyen szinten, hogy egy látványfilmnél pont, hogy a látványos akciójelenetek a leggyengébbek. Hát valamilyen Ami szinten nem szomorú, jó. meg hogy tehát olyan, hogy ha már ennyire, mármint hogy érted, ilyenkor az a szomorú, hogy akkor már miért nem tudták az akciókat is megcsinálni azzal a mentalitással. Igen, hogy gyakorlatilag a tipikus ilyen Marvel-es lélektelen akciójelenet lett kb. Mindegyik. Ráadásul ugye tudjuk, hogy a Fekete Özvegy nem egy szuperképességekkel rendelkező szuperhős. Ő ugye egy normális ember, akinek nagyon-nagyon durva skilljei vannak, de ennél többet ugye nem tud. Nos, pár jelenetnél olyan csapásokat kap, ami bármi normális embert megölne. Érted? Kocsival felborul, minden baja lesz, és karcolás nélkül megúszza. És ez egy bizonyos szinten már irritáló. Igen, meg ugye ez az egész Marvelben ott van ez a kettősség, hogy mondjuk egy ilyen bosszúállókban is megjön Thor a villámok istene, és akkor mellette meg ott áll a Bucky egy ilyen MP5-tel, és így lövöldöztet. Jó, és még ő is Super Soldier. Igen, Igen. amúgy furcsa az egész, viszont az egész filmnek a MVP-je az a Florence Pugh, aki hát kvázi húgát alakítja benne, és rebesgetik, hogy ő lesz majd az új Fekete Özvegy is az MCU-ban. Én annak örülnék, mert ő egy tök jó és tök szórakoztató karakter volt, aki pontosan helyén tudta kezelni ezt a szuperhősös baromságot, meg mindent. De hogyha megkérdez engem, hogy érdemes volt meg elkészíteni ezt a filmet, azt mondom, hogy nem. Megbántam, hogy megnéztem, nem bántam meg, mert jól szórakoztam, meg a David Harbour meg a Florence Pugh miatt abszolút megérte megnézni, de például ugye a fő gonosznak kikiáltott Taskmaster, nem tudom, hogy őt mennyire ismered, vagy mennyire tudod, melyik Ő ez a a karakter. plakátokon a maszkos. Így van, a Taskmaster, ugye ő is egy képregény karakter, és egy nagyon-nagyon jó és izgalmas karakter alapból, mert neki az a skillje, hogy elemzi az összes szuperhősnek, meg mindenkinek a mozgását, a taktikáját, és kvázi olyan, mintha tükörrel harcolnának Ez utána. olyan, mint a Eric Roberts a Dead or Alive filmbe. Azt nem tudom, láttad-e? Lehet. Ja, jó, nem Nem, láttad. Akkor mindegy, szerintem. akkor nem szóltam.
Igazából ez egy tök jó karakter lenne alapból, na itt, ebben a filmben úgy elcseszik, ahogy lehet. Nem az a Taskmaster volt, akit az emberek ismernek és szeretnek a videójátékokból vagy a képregényekből. Teljesen megváltoztatták ezt, és egyáltalán nem működik most, hogy milyen csavart vittek a történetébe. Ez csak egy Musk Tusker volt. Menjünk tovább. Jó. Akkor fekete özvegy után, meg vörös özvegyre. A vérvörös égbolt, Red Blood Sky. Ez egy nagy... Blood Red Sky. Blood Red Sky. Igen, csak rosszul írtam be. Jó. Igen. Vérvörös égbolt, az úgy jó volt, az pontos volt. Ez egy egész friss Netflixes premier múlt hét pénteken jelent meg. És annó a teaser trailerét így láttam, és így, na mondom, ez oké, akkor ez megy a csipogjon a Netflix, hogyha megjelenik be. És megjelent. És amúgy elolvastam Janinak a kritikáját, mielőtt ide jöttem volna, hogy fölkészült eljöjjek. És miről szól? Arról szól, hogy egy repülőt eltérítenek egy csapat terrorista, és a repülőn az egyik nő utazik a gyerekével, és a nőről kiderül, hogy egy vérszomjas vámpír. És ez a... Tulajdonképpen ugye ez a nem, én vagyok összezárva veletek, ti vagytok összezárva velem felállást viszi végig a film. Jó, az se klasszikus. Igen. Ja, viszont itt tetszett ez, hogy új szintre emelték a vámpíros dolgot azzal, hogy egy bezárt környezetbe raktak minket egy vámpírral, ami nagyon sok feszültséget Meg eredményezett, az, ugye. hogy a vámpírnak ember gyereke van. Az még egy ilyen plusz volt. Meg, tehát tényleg én amúgy szeretem az ilyen filmeket, hogy akkor most legyen egy ilyen repülős, terroristás film, csak legyen benne egy vámpír, és akkor a következő meg az lesz, hogy mit tudom, lerobban a metró, csak van benne egy farkas ember. Hogy ez a... ezt a mentalitást én szeretem. Ez olyan, mint mondjuk, hogy csináljunk egy Star Wars filmet, ami amúgy egy sportfilm. Most mondtam valamit, hogy... Hogy ezeket én tökre szeretem, amikor egy adott műfajon belül olyat... Tehát fogsz egy műfaji filmet, és akkor ugye megsózod most egy fél esetünkben a vámpírokkal. Ja, alapból ezek tök jók, mert mindig újdonságra igen, szolgálnak. Tehát az, hogy minimum érdekesek, azt már alapból tudják. És szerintem ez a film, én kifejezetten élveztem, itt is az volt, hiszem holnap háborújánál mondtam ezt, de egy első fele az nekem jobban működött, mert tényleg a feszültséget nagyon jól adagolták az első egy órában, az szerintem mesteri volt. Tényleg így mellé tényleg nagyon jó volt a zenéje is a filmnek, tehát a, nem az a izéfajta filmzene, amit hogy most ezt vissza kell hallgatnom, olyan jó volt, hanem hogy annyit hozzáad a jelenethez, hogy pont hogy működjön. És az egész, ez tényleg, hogy akkor ez az erőviszonyok folyamatos váltakozása, ez ilyen tök jó volt, meg ugye mellette még ott volt, hogy tényleg akkor most milyen vámpír is ez az anyuka, azt se tudtuk még elején, hogy akkor teljesen izé kontrollálatlan, vagy tudatánál van. És itt tényleg ilyen tök jól adagolták az egészet. A végén így átmegy a szintiszta B-filmbe, és kevésbé is működik szerintem. De én még ott a második felén is ott volt annyi gór jelenet, meg tehát volt annyira ingergazdag a film, hogy úgy az is működjön. Nem annyira jól és magabiztosan, mint az első fele, de működött. Igen, de ott ugye elengedték így a gyeplőt, tényleg beleálltak abba, hogy jó, most jön a finálé, akkor ez inkább a mészállás legyen. És az első fele a filmnek még viszonylag még elegánsnak mondható, mert ilyen kicsit visszafogottan adagolták az infókat is, meg minden, és sokkal igényesebb volt az első fele, mint a második, ami tényleg nem állt jól neki, mert azt mondjuk kombózhatták volna, hogy brutális akciójelenetek, de akkor mondjuk a történetben vannak olyan csavarok, vagy bármi, ami így kiemeli. Nem, te is igazából tényleg ez, tehát úgy nem lesznek ott a film, eljut egy óráig az ember a nézésébe, ott az utána nagy megfejtések nem lesznek már a filmbe. Hát nem, gyakorlatilag egyrészt valószínűleg előre fogod tudni, hogy mi lesz, másrészt annyira nyomja a lelkedet ez a film, meg annyira fárasztó egy idő után, hogy engem például nem is érdekelt már, hogy mi lesz a végkifejlet, csak vártam, hogy vége legyen. Igen, mert igen, és azt, tehát akkor ezt én úgy mondanám, hogy tehát nem igényelt 2 órát ez a történet. Tehát ez másfél órába pikpakkul tökéletesen el lehetett volna ugyanezt mondani, és tényleg akkor az lett volna, annyi lett volna, hogy tényleg az első feszült egy óra után nem
fél órát görgették volna, mire eljutunk a hentelésig, hanem akkor egyből jött volna a hentelős rész, és akkor azt úgymond letudják a végén. Szerintem az egész jobban működött volna, mert tényleg a második felén ez a over the top vámpír hentelés, tehát ez tök jó elnézni, meg azért nem minden nap csinálnak ilyen filmet, de ahogy mondtad, az első fele elegáns volt, tudatos volt, tök hideg és nyomasztó volt, feszült volt, és ugye a második részére meg ugye ez tök fasz, hogy vámpírok szaggatják szét egymást, de nem innen indultunk. Igen, kicsit a Purge jutott eszembe amúgy a második feléről. Micsoda? A hangulatra, hogy a Purge, a bűnészakája. Igen, hogy az jutott eszembe a második feléről, mert ott is az van, ugye, hogy beleállnak a káoszba. Mindent elengednek, a lényeg az, hogy káosz legyen, és te szarul érezd magad. És ugyanez volt itt a Blood Red Sky esetében is, hogy az volt valószínűleg a készítők célja a legvégén, hogy azt érezd, nincs megoldás erre a problémára. Ez be is jött, csak az a baj, hogy nem csak azt éreztük, hogy nincs megoldás a problémára, hanem az, hogy egy másik filmet is nézünk, ami sokkal gagyibb, mint az előző. Igen. Meg egyébként én egy pillanatig én azon agyaltam, hogy lehet, hogy ez valami, mit tudom, vámpíros filmnek vagy sorozatnak, amire még nem tudok a létezéséről, annak az előzménye lesz. És az ilyen milyen menő lett volna, de nem. De mindegy, ez csak így. Hát tényleg, és akkor Blood Red Sky, és akkor végén kérlek, hogy pilot. Igen, vagy nem, hanem mit tudom én, hogy a XY sorozat akármi, vagy érte valamilyen utalás, vagy nem tudom. De önálló sztori volt. Csak hogy, ja. Ezen gondolkodtam, hogy ez így, ilyen, léphetnének több ilyen tökös húzást. Tehát ez olyan, mint amikor az volt az a teória, hogy a Batman Superman ellenbe igazából a Christian Bale majd vissza fog térni Batmanként, csak így eltitkolták. És ez is ilyen, hogy mit tudom én, hogy titokban csinálnak a XY sorozat, vámpíros sorozatnak egy prequel filmet, amiről a film közben derül ki, hogy ez annak a prequele. Hát most volt egy ilyen hasonló eset Hollywoodban, csak az, hogy lelőtték hamar. A Predator, új Predator filmet akarták úgy eladni, hogy nem tudod, hogy Predator film. Az lett volna a címe, meg azt hiszem az is lesz is végül, hogy Skulls, koponyák. És a filmbe, amikor nézed a filmet, akkor jöttél volna el, hogy baszki, ez egy Predator film. Na igen, több ilyet. Tehát ez, szerintem ez marketingileg is amúgy, hogy mondjam, ez ebből lehet előnyt kovácsolni. Szerintem. Csak keveset. Lehetne, csak nem, ez ugye az a baj, hogy itt, tehát ez nyilván benne van a rizikó is, és azt nem szereti senki. Uh-huh. De szerintem több ilyen beleférne. Én legalábbis örülnék neki. Ja, de amúgy ennél a filmnél érzéletető forgatókönyv valószínűleg jóval erősebb volt, mint maga a végtermék, mert itt abszolút ilyen megvalósítás problémák voltak szerintem, mert maga a történet az tök jó volt, meg tök kreatív egy csomó részre. Hát, de hogy mondjam, tehát igaz, de én ezt nem feltétlen mondanám, mert a első fele, tehát az megvalósításilag is tökéletes volt, a második felét, meg lehetett volna, de azért ott nagy varázslatot nem lehetett volna csinálni, mondjuk egy másik rendezővel. Hát de már tényleg olyan jelentek voltak, hogy ugye ez egy légtérben játszódik kvázi az egész film, vagy kettőben, és az emberek úgy bújnak el egyébként, hogy három sorra hátrébb szaladnak, és bebújnak a szék mögé. Ennek mi értelme van? Semmi. Hát ennek nem sok, ez tény és való. De hát ez abból fakad, hogy kinyilván kellett az, hogy bujkáljanak az emberek, és akkor ez megint olyan, hogy most oké, lehet, valószínűleg meg lehetett volna, de itt a repülőn így tökön vannak szúrva ilyen téren. Jó, csak ez a vámpír is néha úgy kezd támadni meg ilyesmi, mintha valaki úgy csinálna, mint egy vámpír. Szóval nem... Igen, az a izé volt, az a öreg német csávó volt. Az biztos megvan, amikor... Igen. Az tényleg olyan volt, az, hogy most csinálj úgy, mint egy vámpír. Jó, és így elképzelem, hogy előtt ilyen vámpír fog, akkor így vigyorog, és mutatja a lájkjelet a rendezőnek, hogy most vámpír leszek. Tehát az... Igen, de úgy annyira kellemetlen volt egy csomó szor ez, hogy próbálkoznak, hogy milyen lehet a... Meg igazából az, hogy a vámpír mitológiához nem adtak hozzá, viszont érdekes volt, hogy mindenhonnan kicsit loptak, olyan szempontból, hogy néz ki a vámpír, hogy viselkedik a vámpír. Mert ugye ahogy kinéz a vámpír, az kvázi olyan, mint annak idején mondjuk a Penge 2-ben, vagy mondjuk az nem vámpíros volt, de a karakter dizájn az full ugyanaz volt, a Ballang című film. Igen, vagy a 30 nap éjszaka, abból szerintem a vámpírok is kicsit hasonlók voltak. Meg a, nem tudod, miben voltak ilyenek? A Daybreakers, az nem tudom, Ethan Hawke-kal. Igen, láttam. Na mindegy, abban ezek a ilyen eltorzult vámpírok voltak hasonlóak.
Ja, úgyhogy volt benne az érdekesség bőven, meg jól nézett ki alapból a vámpír csomó Hát meg jelentbe, ugye de főleg a ugyanolyan főszereplő nő, vadi. tehát ugye Ja. színészileg is, meg sminkileg is, tehát ott a főszereplő nő hozták a legjobban. Tehát ott a... Ja, csak itt is túl drámázták, mert a gyerekével való kapcsolatot néha túltolták nekem. Szerintem az rendben volt, csak ez, tehát ez, megint oda vezethetünk vissza, hogy szerintem jó volt ott a kapcsolat a gyerekek és közötte, csak ugye a végé ezzel a utolsó fél órával, így, tehát, így az, tehát ez mindent egy kicsit így, nem mondjam, tehát nem illett össze azzal, hogy tényleg egy ilyen nagyon komoly dráma, és akkor a végén meg ott a bácsi imitálja a vámpír fejét, hogy áh, jövök! Tehát... Igen, tényleg elengedték magukat, de ettől függetlenül egyszer úgy egy tök oké, vagy tök jó élményt tud Igen. nyújtani. Igen, mert tényleg, tehát az, hogy azért nem minden nap látunk ilyen filmet. Úgyhogy... Ja, már koncepció miatt is az Igen. érdemes egyszer Meg megnézni. az, ez tipikusan annak az esete, hogy ha más nem, annak, hogy ez a film így létezik, az már annak is lehet igazából örülni, hogy akkor ezt így van ilyen film, és így tök jó. Igen, de ugye így elképzeltem, hogy a stúdióban az ilyen pitch meetinget, hogy ismeritek a vámpírokat, igaz? Igen, mindenki is. Repültetek már? Igen, Igen. repültünk. Mit akarsz mondani? Képzeld el, repülőn a vámpír. Igen. Meg És a így tessék, itt a wow, itt a pénz. nesze. Igen, a Netflixes emberke meg már könnyékkel lökte el a stúdió exekutívokat, hogy itt van 18 millió, Hát meg mondta, hogy csináljuk. izé, hogy német rendező, meg német statiszták, és akkor fel annyiba fog kerülni. Tehát így... Igen. Amúgy majdnem eltaláltam, mert 15 millió euró volt a büdzsé. Igen. Hát meg ugye azt hiszem a rendezője is német Ja. volt, meg ez a főszereplő színésznő, ez is német, de én a Last Kingdom sorozatból ismerem, ami egy Magyarországon forgatott brit sorozat. Ez alapból igen, egy német produkció alapból, mert ugye ráadásul a rendező, aki amúgy írta is a forgatókönyvet másodmagával, ő írta annak én a Hullám című, amúgy szerintem szinte zseniális német filmet. Az, amikor egy hétig diktatúra van az osztályban? Jól emlékszem, igen, a Igen, hasonló, igen. jó. Csak akkor láttam azt én is, jó. Ha jól emlékszem, igen, láttam, de az nagyon-nagyon nagy hatása volt rám. Igen, meg Úgyhogy egyébként... igen, ez nem volt egy rossz film. Meg annyit akartam, hogy ez ilyen Netflix sajátosság, hogy ezt nagyon má... vagy lehet más streaming szolgáltatókon is csinálják, de ők... Ugye ezt mozifilmnél nem nagyon merik meglépni, hogy két nyelven beszélnek egy filmbe. És ugye itt azért többször volt a Netflix, ugye például ami volt az a űrsepregetők, ott is ilyen fele kórai volt, fele angol, vagy a Narcos lehet még Igen. fölhozni. És ugye ezt az ilyen magyar országféle szinkron országokban ez egy ilyen alkotói, szinkron rendezői pokol lehet, hogy akkor most itt mit csináljunk. Á, ez nem pokolja, akkor mindenki elkezd magyarul beszélni. Tudom, csak jó, akkor mindegy, akkor az A én, a magam, kedvencem az magam, akcentusok igen, miatt. a saját magam lelkiismeretében indultam ki akkor, hogy ez egy Nem, pokol ilyenkor lenne. az, hogy maga az akcentus alapján angol. Igen, az vagyok, hon, Igen, és és ugyanúgy ugyanúgy, beszél magyarul. igen, és ugyanazon a nyelven beszél mindkettő, és én nem értem, mit mond, tehát... Na mindegy, hogy ez, szerintem ez egy tök jó dolog, hogy így van. Többnyelvűség ilyen szinten is megjelenik, úgyhogy tényleg más nem, aki tényleg egy ilyen itt a nagy nyári melegben egy ilyen hideg filmet akar nézni, annak ezt mindenképp úgy lehet ajánlani, hogy ez egy kicsit hűsítő élmény lesz. Na és És ha már élményekről igen, beszélünk. főleg, akkor kezdjük vele, nem, akkor Jani, mondd el, miről szól a Dynasty Warriors című film. Ha én azt tudnám, bazd meg, hallod, én úgy faszkodtam az első perc után, engem mindig megszakadsz ezekkel a filmekkel. Igazából vannak hősök, meg van gonosz uralkodó, akit meg kell dönteni. Nagyjából így tudtam volna összeszedni. És Ez egy másik voltak film, amiben ideák. meg kell dönteni az uralkodót. Lehet, hogy rossz változatot szedtem le. A lényeg, hogy én rohadt nehezen tudom megemészteni ezt a gics fantasyt, ahol nincs fizika, a iszonyatosan teátrális minden. Úristen, Igen. ez nekem kínzás volt az első fél óra. Én tényleg azt hittem, hogy kb. Leszopom magam. Annyira, hogy utáltam ezt a filmet. Hogy lehet, hogy valaki ezt így leokézza? Azt tudom, hogy elvileg egy számítógépes játék adaptáció, amit te játszottál, én nem, de úristen, ez egy mese, És mi csak történt az élőben első fél óra játszódik. után? Megszoktam Kinyomtad. a szart. Aha.
De Mert... tényleg az, hogy így rám telepedett a stílus ennek a filmnek, mert már Ennyi. így megszoktam, hogy van egy karakter, aki, de ez nem túlzás, minden egyes mondat után vagy előtt nevet egy ilyen gönnyűen. De mindig ezt csinálja, érted, hogy bízol bennük? Igen. Mi értelme van ennek? Nagyon-nagyon-nagyon gagyi. Igen, tehát a Dynasty Warriors, ez én azért dobtam be, mert én így belefutottam a Netflixen, hogy ez így létezik, és így most jelent meg júliusban. És tényleg a videójátékkal én gyerekként nagyon sokat játszottam, és így én pont az a fajta közönsége voltam ennek a filmnek, hogy így pont beütött a nosztalgia, és a film még vette a fáradtságot, és hogy kiírja a karakterek nevét az egyes karaktereknél, hogy tényleg emlékezzek rájuk. És mint videójáték adaptáció, ez teljesen rendben van, ez a játék, annyi a különbség, hogy életcsíkokat is látod az emberek fölött körülbelülted. Én megnéztem utána amúgy gameplayt, és tényleg full ugyanaz volt egy csomó jelenet. Igen, és tehát ilyen téren le a kalappal, mint film, azért nekem is vannak kifogásaim. Az egyik az, hogy tehát hogy a filmben így mondják, hogy ez a három királyság szagája, meg a végén is kírják, hogy a három királyság legendája folytatódik. És úgy, hogy tehát én még játszottam is a játékkal, de így a film megnézése után megkérdezni valaki, akkor melyik is az a három királyság? Tehát nagy bajba lennék. Tehát ilyen világépítés, meg dramaturgiailag több helyen megkérdőjelezhető, hogy mit hogy csinál. Meg ami szerintem... De szépen fogalmazta. meg... ami szerintem... vagy ami engem még zavart közben, hogy ilyen nagyon random pillanatoknál de néha a vágás az nincs jobb szó rá, de trehány. Tehát én nekem az volt az érzésem, hogy így ezek, aki vágta ezt a filmet, az nem tud jól vágni. És azért, vagy az egyik vágó, mert amúgy legtöbbször amúgy tök rendben van, de néha ilyen tele van ilyen, amire nincs jobb szó, hogy trehány. Hogy így csak így össze van vagdosva. Tehát olyan vak vannak, hogy tehát megy az egyik jelenet, utána olyan hirtelen átváltanak a másikra, hogy a másiknak a hangja még hallatszik, de nem úgy, ahogy az ilyen átmenetnél hallatszik, hanem hogy még egy 4 másodpercig hallod. És nem az, hogy a valami relevánsat, hanem hogy elfejtették elhúzni a hangsávot, meg tényleg ilyen tök random vágnak jelenetek között hirtelen, meg akciójeleneteknél is van, hogy például azon, hogy futnak a lovakkal a háztetőn, egy város közepén, ugrik a lóval, és a következő vágáson meg egy erdőbe futnak a lovakkal. És... igen? És ez csak a jéghegy csúcsa, amiket emlegetsz most, mert úristen, azok az effektek, amik vannak ebben a filmben. Vannak youtuberek, akik szebben vágják a videóikat, mint ez a film. Annyira rettenetesen gagyin nézett ki, szóval nem is az, hogy láttad a zöld hátteret, hanem kvázi, mintha belógott volna egy ember, aki tartja a mikrofont. De Ilyen feelingem volt. igen, annyira szerintem, tehát a látványa az nem volt vészes, egyedül ott a végén a boss fight volt, ami tényleg csúnya volt. De szerintem, tehát hogy mondjam, tehát nem nézett ki olyan hú de jól, meg nem ütötte meg a hollywoodi blockbusternek köze sincs hozzájuk, tehát ez nagyon nem egy liga. De hogy valahogy egy konzisztens volt a végén, meg azért tényleg tehát ilyen gyűrűk ura szintű tájbeállítások volt tele, amik meg tényleg ilyen nagyon szépek és nagyon igényesek.
ellopják a malacot, és utána indul, hogy visszaszerezze a malacát. Igen, de hát hogy lopják el, hogy azért őt is kicsit helyben hagyják, szóval nem harc nélkül hagyta, hogy Igen, elvigyék a nem, tehát malacot. nem csak, hogy ott, igen. És, tehát spoilerezni tovább, vagy nem is spoilerezni, nem akarok belemenni, mert szerintem ez a film, ez minél kevesebbet, tehát ennél többet nem kell tudni, ezt nézzétek meg, tényleg elképesztően jó, én is ilyen kategóriában rég láttam ilyen jó filmet. Higgyetek a közvéleménynek, ez tényleg marha jó ez a film. És csak hogy... Igen, de ez inkább egy szóval drámát várjatok, ne ezért, mert az előzetes alapján ez még akár John Wick is Ja, lehet, én de nem nem az. láttam, igen, úgy direkt azért, de... Akkor igen, ne is nézzétek előzetest. Én meg azt, hogy tehát ez nem izé lesz, igen, nem Nicolas Cage fegyvert ragad és visszaszerzi a malacát, hanem elindul ilyen csövesszerűként. És akkor majd lesz valahogy. És igazából így, tehát kicsit olyan, mint ami volt, emlékszel a szinkronikra még? Persze. Hogy annak a rendezőpárosnak olyanok a filmjei, hogy van egy ilyen valami alap ötletük, és hogy mellette közben meg amúgy tök sok más dologról is beszélnek, mint ott a filmben is, ott a szinkronikban, mielőtt ugye visszament volna a végén a múltba, akkor neki állt a Jamie Dornan beszélgetni arról, hogy mentősként, hogy akiket őkhöz kihívják őket, akkor izé azok a kivételezett emberek, meg stb. Tehát, hogy így ez a film is olyan, hogy itt van egy, ugye, egy ilyen alapkoncepciója, és miközben ugye ezt a történetet itt végig veszi, itt az író, így, igazából itt van tök sok mondani valója, és így beszél egy tök sok dologról, igen, tök sok témát körüljárnak. Igen, főleg itt ezek az értékrendek, hogy mi számít az életben, és hogy mások véleményével sajátod a te boldogságod, vagy inkább a karrier. És egy csomó ilyen motivum van benne, amit igazából a Nicolas Cage karakter ilyen, mivel elég szűk szavú 3-4 mondatban, hogy szétaláz mindenkit. Igen. És pont ilyen, most Nem. megnéztem a színész nevét, a David Knell, ő volt az a már egy séf. És hát az a jelenet volt, szerint nekem az a jelenet volt a film csúcspontja. És pont tehát a Nicolas Cage marha jó volt a filmben, de szerintem az egész filmben itt ennek a David Knellnek az alakítása volt olyan, hogy annyira jó volt, hogy tudod, ha még egy 2 milliméterrel többet grimaszol, akkor már túljátszotta volna. De egyszerűen tökéletes volt, és az tényleg az a... Meg az volt az első ilyen tényleg komolyan önmegvalósításról, meg ilyenekről filozofálós jelenete a filmnek, és annyira hatásos volt nekem, hogy nem akartam elhinni, hogy ezt itt látom, és ez így megtörténik. Igen, és nem szájbarágós volt, nem azt mondta, hogy ezt csináld, azt csináld, hanem csak elvázolt Igen. dolgokat, és neked kellett Hát magadban meg eldönteni. igen, egy kérdéseket tett föl, tehát ugyanúgy, mint a Nicolas Cage, tehát az egész film is igazából nem azt mondja, hogy ezt így csinál, miért nem azt csinálod, hanem hogy de miért is csináltad ezt? Tehát inkább csak ennyit tesz a film legtöbbször. És Igen, és mégis... rohadt hangulatos amúgy, és Nicolas Cage alakítása, mert nem lehet elmenni szó nélkül. Szerintem eddig ez volt talán a legjobb alakítása. Hát meg sok másnak is, tehát az Alex Wolff, ő is most a örökségben is tök jó volt, de tehát olyan hú de jól alakítani még nem láttam. Most azon nézem, hogy miben, de szerintem tényleg egy igazán nagy alakítást tőle még nem láttam, de ebből a filmben ő is annyira... Tehát, hogy a film végére igazából egy ilyen unszimpatikus senkiből így egy ilyen második főszereplő lett. Igen, sikerült ráragadni a Nicolas Cage karakternek nem csak a bűze, hanem a hozzáállása is. Igen, és az tényleg tehát igazából ugye, meg olyan szempontból is, ugye ő lett a film végére, ha azt nézzük, a főhőse, hogy a karakter fejlődés, az benne ment át. A Nicolas Cage az csak végigjárta az utat, de nyilván itt nem feltétlenül azt kell érteni, de hogy itt ő volt az a karakter, akiben érdemi fejlődés történt, és a film végére jutott A-ból B-be. Igen, egy kicsit ő volt a modern társadalom Igen. jelképe a filmben. Igen. Még Nicolas Cage a klasszikus értékrendeket vitte inkább. És jó volt ez a találkozás. Igen. És az, hogy tényleg, hogy az a ilyen... Tehát a fokozatosság, tehát egy másfél óra a film, és mégis annyi lépcsőfokot olyan szép lassan végig megy a végére, hogy tényleg nagyon... Tehát nagyon profin lett összerakva, hogy ez így legyen. Igen, és végig van benne egy feszültség. Nem is tudom, hogy ilyen vészjóstó az egész, bármi történik, Igen, azt hiszed, hogy valami. most valami nagy izé Igen. lesz, meg nem tudod, hogy most mi lesz, és akkor a végén lesz egy lecsó. Tehát így... Körülbelül.
Ja, de azért mondom, hogy az előzetes tényleg úgy van megcsinálva, mintha egy John Wick film lenne, hogy ellopják Nicolas Cage malacát, ő pedig bosszút esküszik, és utána ered. Nem, ez nem olyan. Ez tényleg nem egy ilyen kőkemény akciófilmé Nem is akciófilm. átalakuló film. Igen, ez egyáltalán nem, ez egy dráma, annak viszont fantasztikus. Igen. Úgyhogy, ja, Pig elég, szerencsére ugye elég nagy visszhangja lett, és örülök neki amúgy, hogy ilyen nagy visszhangja lett, mert amúgy most, ha te Jani most nem mondod, hogy amúgy ez nagyon jó, és akkor így nem, valahogy még most se látom, meg egy jó darabig még nem nézem meg. De nagyon örültem neki, főleg úgy, hogy tényleg ugye egy Fear Street harmadik rész, és egy Dynasty Warriors után néztem meg, és így ilyen méregtelenítő kúra hatása volt. Ja, velem bezzeg a Dynasty Warriors Hát nézetted meg az utoljára. nem volt kötelező a sorrend, meg igen, de amúgy, tehát igen, azért én is a nem sokkal előtte láttam, hogy szóltál, és amire már nem volt időm figyelmeztetni. De Persze, igen, pedig persze. már készítette volna a jelzőpisztolyt is, meg mindent. Ja, de remélem, egyenesen az arcom felé irányítottad volna. Persze. Na, hát akkor térjünk vissza, vagy térjünk át a Netflixnek az ambíciózus horror Vagy trilógiájára, a Fear ambiciózisnak Street. szánt. Igen, de ambiciózusan tálalt horror Tálad. trilógiájára. Igen, a Fear Street, a Félelem utcája. És ugye amikor megjelent, hogy tehát legelőször erről a filmről én a amikor volt a Netflixnek évelején az a ilyen listája, amikor egy ilyen YouTube videó, és én minden filmet, amit bemutatnak idén, abból volt egy ilyen pici bevágás. Csak abból, hogy lesz egy ilyen Fear Street, és álmondom, fasza. És akkor jött az első ilyen előzetes, meg hírek, hogy akkor ez egy film trilógia lesz, amit úgy jelentetnek meg, hogy 3 hét alatt minden héten egy-egy epizódot megjelenik. És ugye ez egy horror trilógia, és ugye minden filmnek van egy másik, van egy alcíme, egy négyjegyű szám, ami azt jelöli, hogy épp melyik évben játszódik a film. Ezt igen. Igen, és ezt így, tényleg én is úgy voltam, hogy ha más nem, azért ez a koncepció érdekes, hogy itt egy horror trilógia, amit egy kevesebb, mint egy hónap alatt megjelentetnek, és tulajdonképpen ugye a számok alapján is kitalálhatja az ember, hogy nagyjából visszafele mesélik el a történetet. És Igen, amúgy érdekes a maga a történetvezetési eszköztár, amit alkalmaz a trilógia. Ez azért meg kell hagyni. igen. Tehát, hogy itt volt potenciál, meg ha más nem, tényleg ez a na, ilyen még nem volt kategória. Tehát és azt megjelent az első rész, és hát így oké. Tehát az volt olyan, hogy azért, ha itt nem lesz valami nagy érdemi változás, és egy nagy-nagy releváció, meg minőség, meg sok mindenbeli fejlődés, akkor azért itt nem lesz sok minden, mert az első részről, tehát a legnagyobb kritikám az a film felé, hogy az nem volt egy horrorfilm. Tehát az Nem, inkább tini. horror klisékkel párszor felvonultató, de ilyen tini valami volt. De nem Olyan volt, horrorfilm nem mint hogyha volt. ott megfogták volna a sikolyt, és kivették volna benne az összes izgalmas csavart, meg véres Miért jelenetet. jelentett? És tényleg, az volt a filmnek az egyetlen olyan pontja, amikor a végén volt egy igazán véres jelenet, és az tényleg azért működött annyira hatásosan, mert nem néztem volna ki a filmből, de az, hogy most egyszer van benne egy véres jelenet, az tök jó, de attól azért még nem lesz horrorfilm a horrorfilm, mert egyszer valakit megölnek benne, és még vér is folyik. És mert azon kívül tényleg semmi félelemfaktor nem volt benne, pedig ez a film címében is benne van. Igen, félelmetes egyáltalán nem volt, viszont számomra érdekes, meg izgalmas volt olyan szempontból, hogy nagyon szépen Ja, felvázolt egy Jani, olyan hogy a történetet. hangod picit ilyen, mintha befogtad volna a mikrofont, vagy nem tudom. És most? Most jó. Jó, bocsi. Na, hogy igazából nekem ez a hangulat volt, ami igazán elkapott engem, meg az izgalom, ami benne van, meg a történet felépítése. Én azt már beszéltük párszor, ugye, amikor volt az antológiás horror adásunk is, hogy én nagyon-nagyon szeretem az ilyen kicsit mesebeli horrorfilm, mint amikor mesélnek valamit. Nekem ez bejön, és ugye itt is pontosan ugyanez volt, hogy egy legenda, egy ilyen régmódba visszanyúló dolog, stb. Nekem ez mindig olyan, hogy engem el tud kapni. Még akkor is, hogy tudom, hogy ez a film, mint film, különálló film,
Nem volt egy nagy durranás egyáltalán, viszont megalapozásnak jó volt, mert érdekelt, hogy mi lesz a folytatás. És ha tényleg nagyon rossz lett volna, nem érdekelt volna, hogy mi lesz a folytatás. Igen, tehát így, én azt nem mondom, tehát hogyha én nem tudok semmit a folytatásról, akkor lehet én amúgy nem folytatom, csak akkor lehetett tudni, ugye, hogy akkor az már ilyen az 70-es évek, és akkor táboros, és akkor slasher lehetett, és szerencsére végül tényleg az második részről már el lehet mondani, hogy az tényleg egy horrorfilm. És... Igen, a 90-es években nem is voltak olyan brutális horrorfilmek alapból, mint a 70-es, 80-as években, ahol tényleg olyan mentek el, hogy minden testrész szakadjon. Hát igen, csak ugye ettől függetlenül most 2021 van. Ez egy, a másik, meg csak annyit akartam, hogy tényleg nekem egyedül a második rész volt az, ahol... Na jó, egyrészt egy horrorfilm volt, az már piros pont. Egy horrorfilm trilógiánál. A másik meg, hogy tényleg ebbe a filmbe voltak szerintem a legjobbak a karakterek, meg az egész, mint film, ez működött szerintem a legjobban. Tényleg első részre meg az, hogy tényleg ott az is zavart, hogy a karakterek, tehát vagy közömbös voltak, rosszabb esetben meg tehát idegeimmel játszottak, nem pozitív értelemben. Igen, meg nem is voltak jó színészek és még csak jó általában. színészek se voltak, és ebbe az első, vagy ebbe a második filmbe, tehát még tehát az, mind a színészek, mind a karakterek, tehát minden szinten szerintem előre léptek egyet. És Igen, ez egy jó folytatás volt. és tényleg tök szórakoztató volt, meg igazából ennyit tudok hozzáfűzni. Egy marha szórakoztató ilyen slasher volt. És tényleg, tehát érdekeltek a karakterek, hogy mi lesz a sorsuk. Hát, szépen karóba húztak mindenkit a film végére. De igen. És akkor így, úgy voltam, hogy na jó, akkor lesz a harmadik, akkor az régen fog játszódni, és akkor azért én már előre is attól a résztől féltem a legjobban. Mert mondom, egy ilyen viccszerű valamit úgyse fognak meglépni, másképp viszont ez a középkori setting, ez nem nagyon tud működni. Vagy nem középkori, az már újkor. De mindegy, egy ilyen régi setting. És akkor ugye ott visszamennek a gyökerekhez, hogy elmondják, hogy miről, mi, hogyan indult el ez az egész átok dolog. És... Ja, tényleg érdekes, hogy visszafele megyünk az időben, hogy a jelen időnk ott az 1994, és akkor hogy ott van ez a probléma, oké, akkor miért be kell menni? 78? Oké, basszus, ez semmi. 1666. Itt kezdődött az egész. Igen, és akkor ugye itt kiderül, hogy minden, amit eddig hittünk, hazugság, és az a szereplő a gonosz, akiről nem is gondoltuk volna. És... Spoiler. Hát jó, most ez nyilván spoiler, de nem az. Igen, már az első filmben tudni lehetett. Igen, és akkor ugye ebbe a filmbe két filmet kapunk, mert ebben van a Fear Street 1994 part 2 is, a nagy grand finálé. Ami megint, hogy, tehát ez a harmadik Igen. rész, ez megint olyan volt, hogy ez sem volt horrorfilm. Tehát háromból egy. Volt benne megint egy olyan jelenet, ami viszont csillagos ötös. A kézlevágós jelenetre gondolok. Igen. Na, azt mondja, hogy felfordult kb. A meg, gyomom az és egyébként az volt olyan téren, meg a második filmben is, hogy ezeket tényleg abban is az működött jól, hogy olyan látványos kivégzések nem voltak, de attól függetlenül, tehát az is hatásos és ilyen gyomorforgató volt, már csak annyi, hogy szimplán valakibe belevágtak egy boltát. Igen, meg az a feeling, tudod, hogy itt nincsenek érzelmek, meg ilyesmi, itt hentelés van. Igen. És itt tényleg... Ami ugye a tökéletesen átadta a 78-as korfilmének hangulatát. Igen. És itt meg tényleg ugye az a kézlevágás az nagyon jól meg volt csinálva, meg ami még egy, amit egész ilyen libabőr, nem libabőrös, hogy mondom, hátborzongató, annyi történt, hogy a malasz megette a gyerekeit, és így tök jó, így belegondolni tök durva, de most azért máshol van az inger küszöb. Ja, igen, én úgy voltam vele, hogy én összem a koncepció alapján, mindegyik film mást akar jelképezni. Ugye az első rész, az a 90-es éveknek az ilyen kicsit poprockos, laza horror hangulatát akart hozni. Hozta is, bár ez nem volt elég egy átlag nézőnek manapság. A második rész, 70-80-as évek slasher horrorjait akarta hozni, tök jó hozta, és ez már olyan volt, hogy megütötte az inger küszöböt sokaknál legalábbis. Én úgy éreztem, hogy ez már horrorfilmként is, ahogy te is mondtad, ez már üzemképes volt. A harmadiknál meg úgy vettem észre, hogy inkább ezt a
modernebb, a boszorkányos, örökséges vonatokat a végén, hogy de... inkább nyomasztó legyen, tudod, Jó, azért, igen, de de itt azért tegyük hozzá, itt akarta vinni, de köze nem volt ahhoz. igen, nem véletlenül mondtam Jó, így, igen. igazából próbálkozásnak oké, okay, mert van, ahol nyomasztó, de az olyan, hogy még ezen is rajta van ez a tini film bűz, most így mondom, Igen. mert nem volt ez egy mély, egy komoly alkotás, de nagyon, nagyon úgy csinált, mintha az lenne. Igen. És az 1666-os rész, ez nekem sem volt olyan ütős, de azért érdekelt, mert ott azért kiderültek dolgok, vitte előbb a történetet, már ez is nekem nagy haladás, hogy a történet haladt előre. Na de amikor bejött az 1294 part 2, akkor megint visszatértek ez a tipikus tini horror filmhez, amit én már csak azért tudtam elnézni, mert kaptam egy számomra kielégítő végkifejletet. És... Szóval így, mint trilógiai történet szempontjából jó volt, de ez nem volt egy nagy horrorfilm Igen. egyik se igazán. Tehát az, hogy igen, te amúgy, tehát azt én is elismerem, hogy egy a végére ez így összeállt, hogy akkor itt volt ez a sztori, ezt elmesélték, de ugye ennek az egész Fear Street trilógiának a füstje nagyon nagy, sokkal nagyobb volt, mint a lángja. Tehát itt ez nagyon jól hangzik, hogy akkor itt Igen. egy horror trilógia visszafele elmondva a különböző időkben. Tehát itt most így nem tudnék erről semmit, már előre csorogna a nyálam. És a végeredmény tényleg sajnos nagyon ingerszegény és csalódást keltő. Én nem csalódtam benne amúgy, én tök jól el voltam vele, nálam ez a közepes kategória, amit így általában megütöttek ezek a filmek, viszont az élmény, amit adott, ez a hetente egy újabb részt várni, szépen összefűzik a történetet, ezen miatt nekem maradandó ez, de nem a film, az élmény, ami hozzá párosult. Igen, nekem ez a rész sajnos kiesett, mert ugye pont akkor nyaraltam, amikor jött a második, harmadik rész. De lehet akkor én is egy fokkal az élményt jobban tudnám értékelni. De hát legközelebb, hát ha jobban sikerül. Meg tehát ez is olyan, hogy tehát a próbálkozást azt mindenképp díjazom, meg ilyen hasonló ötleteket szerintem szívesen látnánk, mert pont az a lényege a streamingnek, hogy ott ezt simán megcsinálhatják. Majd az lesz a következő, hogy reggel jön az első rész, este a második. De igen, Ja, tehát... de ez adott egy plusz izgalmat amúgy tényleg ez az, hogy ugye hype-olták ezzel a Netflixen, hogy tényleg az a Fear Street, az most mekkora nagy dolog lesz, tényleg ilyen esemény. És akkor megnéztem az első filmet, és tényleg úgy éreztem, hogy oké, okay, ez egy megalapozása volt ennek. A második rész jó, ez már jobb, a harmadik rész meg ugye már csak a történet miatt volt az, hogy a végén olyan szempontból volt nekem kielégítő, hogy nem bántam meg, hogy ezt a hetente egyszer megnéztem és vártam dolgot, és lehet, hogy ez most egy ilyen parasztvakítás, tudod, Igen. hogy ezt megcsinálták, de nálam hatásos volt, mert végül is egy paraszt vagyok, úgyhogy sikerült megvakítaniuk, és nekem ez, hogyha még többször ezt megcsinálnák, én valószínűleg ugyanúgy vevő lennék rá. Hát, igazából ezt én is el tudom mondani, hogy azt, hogy megnéztem ezt így, meg azt, hogy létezik, az tök jó, de ennyit tudok én mondani. Én csalódtam, mert én azért úgy reméltem, hogy na, akkor itt lesz majd valami láng is a füst mellé érdemben. Hát figyelj, a történet az nem volt alapból rossz, csak a, nem. Mint horrorfilm trilógia. Nem működött, igen. A trilógiaként jó, horrorfilmekként nem voltak jók ezek a filmek. Igen. A második, mondom, hogyha legalább a második rész szintjét hozza mindegyik, akkor én is azt mondanám, hogy igen. Igen, akkor elégedettebbek lettünk volna, de így igazából csak a nosztalgiát lovagolták meg, csak úgy, hogy nem volt alattuk ló. Igen, meg úgy, hogy nosztalgiázhattak, mert ugye 1666-ban én még nem éltem, tehát... Te még nem? Én még nem. Na, én még 94-ben se, úgyhogy de ez teljesen beszed fejszennyele, úgyhogy... Úgyhogy, ja, Fear Street trilógia. Trilógia? Trilógia. Úgyhogy, ja, másfél óra alatt ledaráltunk 19 meg 3, 12 filmet. Azért, na. 11-et, nem? Hát, ha a Fear Street-et, várjál. Egybe vesszük, akkor várjál. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tényleg. Mert 8 meg 3, az 11. Jó. Szuper. Akkor nem baj, egyet képzeletbe hozzáadtam. A Space Jam az 2. Aj, ne, kérlek, ne.
Ja, úgyhogy igen, voltak azért ebben az adásban is olyan filmek, amiket szerintem mindenképp tudunk ajánlani. Például a Pig az olyan, amit mindenképp bárki megnézhetne. Talán még a Tomorrow-val is olyan volt, Hát nem? igen, hát meg a senki. Az, Így van. meg a másik, ami még a mindenképp szerintem érdemes kategória, az a tényleg, aki vámpíros filmet akar, most jelenleg a piacon a Red Blood Sky-nál biztos nincs jobb. Blood Blood Red Sky. Red Sky. Vörös vévékból. Vörös vérék volt. Na mindegy. De lehetne izé fehér vér. Olyan is van, fehér vértestek. Na mindegy. Ilyenkor jön a Nem hülyeség, akkor ilyenkor kell befejezni az adást. áll. Ja, úgyhogy ez volt most a sima filmes adás, majd augusztusban még a maradék filmről, ami még itt nyáron megjelenik, lesz egy hasonló volumenű sima filmes adás. És ugye Gergő hamarosan hazajön, hát még nem annyira hamarosan, de ha előbb vagy utóbb, és akkor lesz majd az animés adás, aminek a filmjeit már megosztottam itt-ottam-ott. És a mellé a Karib-tenger kalózai majd augusztus második felében folytatódik, meg majd előbb vagy utóbb a időutazós három filmes is lesz, az lehet majd csak szeptemberre csúszik. És még mindezek között mindenféle más adás is van, például itt Janival már beszéltünk egy trilógiának a kibeszélőjéről is elöljáróban, úgyhogy lesznek még itt meglepetések. Igen, ez szerintem tényleg olyan lesz, amit nem mindenki látott, de mindenkinek érdemes lenne. Igen. Úgyhogy, ja, köszönjük szépen mindenkinek, hogy 107. alkalommal is végighallgattatok minket. Ugye a YouTube mellett szinte az összes podcast alkalmazáson hallgathatóak vagyunk. Facebookon, Twitteren fenn vagyunk közösségi médiás profilokkal, ahol a jövőben kibeszélendő adások témáit előre leközöljük, mint például ennek az adásnak is a filmlistáját már megtalálhattátok korábban. Van egy honlapunk, ahonnan MP3 formátumban le tudjátok tölteni az adásokat. Van egy közösségi Discord szerverünk, aminek a linkje ott a leírásban, és tudtok velünk filmekről, sorozatokról beszélgetni. És ha bármi kérdéskérés, sóhaj, vagy akár filmajánlás is van, azt a filmnézőpodcast@gmail.com-ra el tudjátok küldeni. És a Janinak ugye az adásban is említett kritikáit pedig a promotions.hu-n tudjátok elolvasni. Mint Így például van, a köszönöm. Red Blood Sky kritikáját. Igen, meg Tomorrow War-ról is, vagy a Igen. honlapából nem is írtam, a Space Jam-ről is van egy elég És a érdekes Dynasty kritikám. Warriors-ról mikor lesz? Köszönjük most el szerintem. Jó. Amúgy a Pig-ről is írtam egyet. Igen. Meg vagy a dzsungeltúráról lesz ne közel. Amikor lehet kimegy az adás, már lehet az is kin lesz. Már kiment. Már Már kiment, kiment. tessék, úgyhogy. Az embargós volt, úgyhogy az kedden délután kiment. Mármint akkor nem volt embargós. Embargós volt, hétfőn néztem meg, Ja. és kedd délutánig nem mehetett ki róla. Mondjuk az nem értem, ilyenkor az egy nap az mit számít. Tehát, hogyha nem a premierig embargós, akkor amúgy nem tök mindegy. Amit ezt nem tőled kérdezem, hanem a forgalmazótól. Így kellett csinálni. Értem, értem. Nekem nem akkor, én alkalmazkodom. Értem. Tiszteletben tartom a forgalmazó kérését. Ámen. Na, jól van akkor. Köszönjük szépen még egyszer, hogy végighallgattatok. Hamarosan újra találkozunk, itt volt Jani, Sziasztok! és én Lehel. Sziasztok!